Megtartotta éves közgyűlését a Dombóvári Sportszövetség. A helyi szervezeteket felölelő társulás számára pozitív eredményekkel zárult a 2022-es év. A sportszövetségnek lényegében egy támogatói szerepe van itt a Dombóvár város vezetősége mellett. A helyi döntéshozók nagybölcsen a sporttal kapcsolatos valamennyi dolgot ránk bízzák, így évelején rögtön egy olyan feladatot kapunk, hogy a rendelkezésre álló sporttámogatási forrásokat osszuk szét az egyesületek között. Ezzel indul az év, ezt mi meg szoktuk tenni. Aztán ezt követően van arra lehetőségünk, hogy Dombóvár város napján április 1-jére a városi kitüntetéseket, a nagy kitüntetésekre vonatkozóan is tudjunk javaslattal élni. És az elmúlt évben ifjúsági kategóriában a Buzánszky Jenő díjra is javasoltunk, Kovács Andriánnak karate és Zemán Zóra öttusázó, és Horváth Eszter úszó volt, aki Buzánszky díjat kapott, és a Dombóvári Karate Sulinak volt még egy tagja, Lakatos Lukács, aki egy másik díjat kapott, ez pedig a Dr. Péter Gyula díj, ez a kiváló tanulmány eredményekkel rendelkező gyerkőcök kapják. Lukács ez végig kitűnő tanuló volt, mellette világbajnok, Európa-bajnok, többszörös országos bajnok, és emellett országos matek versenyeken is eredményesen szerepel, sőt, még zongorából is kiváló arany minősítése van, tehát a tavalyi évben őket javasoltuk, meg is kapták valamennyien, és hát a legnagyobb örömünkre még volt kettő javaslatunk, a legnagyobb kitüntetésre, a diszpolgári címre, kettő ikon, a sporttal kapcsolatos személy, két atléta edzőt javasoltunk, Tarimrét és Fazekas Gáspárt, és a legnagyobb örömünkre és boldogságunkra mind a ketten megkapták a diszpolgári címet. Ezt követően a Buzánszky Jenő ösztöndíjakra van javaslattételi lehetőségünk. Erről annyit kell tudni, hogy évente a jó sportolók közül a még jobbak, a válogatott szintű sportolók kapnak anyagi támogatást a várostól, ez a múlt évben 100 000 forint volt, és ezt negyedéves folyósítással kapták meg a gyerekek, illetőleg a gyerekeknek a szülei, gondviselői. 19 ilyen élsportoló volt, aki válogatott tagsággal rendelkezett Dombóváron, őket javasoltuk, és valamennyien meg is kapták ezeket az ösztöndíjakat. Aztán egyéb koordinációs szerepünk is van, mi sportszövetség a város életébe. Májusban, utolsó szerdán van ugye mindig országos szinten a kihívás napja. Itt ezekbe a szervezésekbe, lebonyolításokba, koordinációba vettük ki a részünket, majd pedig a nyarat követően az iskola időbe indultával sportágválasztót tartottunk szeptember 23-án. Itt is ugye mi voltunk a főszervezők, de hát az iskolák is teljes merszélességgel mellettünk voltak. 5 óvoda, 4 általános iskola és 3 középiskola, illetőleg gimnázium részéről körülbelül 2000 résztvevő volt, akit meg tudtunk mozgatni, és hát ezt követően az év végén még egy ilyen kisebb jutalmazási lehetőség van, ahol szintén a jó sportolók elismerésére van lehetőség. Itt Dombóvár város elismeri oklevelét kapják meg egy kisebb ajándékcsomag mellett. A múlt évben 32 ilyen fiatal volt az, aki ilyen elismerésben részesülhetett. Idén folytatódik a munka, elsőként az éves sporttámogatások elosztására került sor. Évelején ugye megint van lehetőségünk az éves sporttámogatást elosztani, nagy-nagy örömünkre, könnyebb helyzetben voltunk, pedig nem éppen kellemes ez a szerepkör, mert a Dombóvár város az idei felosztható keretösszeget 10 millió forinttal megnövelte. Nagy-nagy boldogságunkra, háborús helyzet ide, gazdasági helyzet romlása oda, de azért valahonnan csak a szalmazsáknak a mélyéről úgy gondolták, hogy a sport érdemel még plusz 10 millió forintot. 24 egyesület pályázott, mind a 24-en kaptak sporttámogatást, a 24-ből 18 egyesület annyit kapott, amennyit kért, 6 pedig kicsit nagyobbat álmodott, ők valamennyivel kevesebbet kaptak, mint szerettek volna, de hozzá kell, hogy tegyem, hogy mind a 6 egyesület viszont többet kapott, mint a 2022-es évben. Ugyanígy a Buzánszky Jenő ösztöndíjasokat meghatároztuk, ők most csak 16-al lettek az előző évi 19 főhöz képest. Ugyanúgy a város napjára javaslatot tehettünk Buzánszky Jenő díjra, itt Halmai Dániel, kosárlabdázó, Iberhard Bence atléta és Szabó Dorottya, a Dombóvári Karatesuli
tagját javasoltuk, és a Péter Gyula díjra pedig ez a kiváló tanuló, jó sportoló, egyéb jó teljesítményt oktató, szintén a Dombóvári Karatesuli tagja, Szőcs Patrik volt az, aki szintén világbajnok, Európa-bajnok, magyar bajnok karatéba, de mellette kitűnő tanuló, és a Szellemi Diák Olimpián az I.S. Gyula iskola színeiben is országos dobogós helyezést értek el. És hát a tavalyi boldogságunkat még tovább fokozta, hogy a diszpolgári címre is tudtunk javaslatot tenni, és a javaslatunkat támogatta a város, és a javaslatunk szintén egy sporthoz kötődő dombovári ikon volt, ő pedig Miszlai József, ő évtizedeket tevékenykedett a pedagógusként az általános iskolákban, középiskolákban, vagy atlétaedző, kosárlabdaedző, kézilabdaedző, futballedző, és a diákjaival az országos döntőkbe tudott eljutni. Az idejében a két diszpolgár közülő volt az egyik, és ez roppant nagy megtiszteltetés számunkra. A közeljövőben szintén májusban lesz majd a kihívás napja, a Challenge Day, május 31-én szerdán erről fogunk beszélni, és hát vélhetően a forgatókönyv szerint még a szeptember közepi sportág választóról is fogunk beszélni, és hát van még egy kicsit kakuktojás dolog, de ebbe is mint koordinációs szerepkört kell, hogy vállaljunk. Az Országos Szívklubnak, az országos rendezvényének a házigazdája az idejében augusztus 20-a táján 3 napon keresztül Dombóvár települése lesz, tehát a Dombóvári Szívklub, tehát ezen a 3 napos megmozgatásos aktív eseményen is a szívklubosok várják a mi segítségünket, a támogatásunkat, a szakértésünket, természetesen mi ezt meg fogjuk nekik tenni. Dombóváron egyébként jelenleg közel 100 egyesületet, alapítványt tartanak nyilván, évtizedek óta aktív a civil élet a városban. A Sportszövetség 2021-es alakulása óta 27 egyesületet fog össze, ahol javarészt utánpótlás nevelés folyik, de akadnak olyan szervezetek is, ahol a tagságban az idősebb generáció is megtalálható.